Sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornámon. A hajam még nincsen rendesen kivasalva, csak éppen átmentem rajta. Elmoska meg ott ül az etetőszékben, hiszen most reggel iszett meg. Úgyhogy jó reggelt kívánok! Arra gondoltam, hogy csinálnék nektek egy vlogot. Már elég régen nem volt vlog a csatornán, és nekem ez a kedvenc videó típusom a vlogolás. És mivel most olyan szépen süt a nap, meg hasonló, ezért arra gondoltam, hogy ezt ki kell használni, úgyhogy kamerát ragadtam, és megmutatom nektek. Hát talán ezt a napot, de lehet, hogy a holnapi napot is, mert mivel tavasz van, ezért arra gondoltam, hogy most már itt az ideje a nagy takarítást is hamarosan elkezdeni. Amúgy már tegnap elkezdtem, de nem csináltam olyan sok mindent igazából, úgyhogy ma folytatom, lehet, hogy leszedem a függönyöket, kimosom, és hasonló. Úgyhogy ez a tervem, aztán majd meglátjuk a továbbiakat. Az biztos, hogy lemosom az ajtót is, meg hát most már itt az idő, hogy kirakjam a kis tavaszi dekorációkat, de le kell portolani csak. Tehát ilyen takarítós, most hamarosan megyünk a boltba, boltba járós vlog lesz ez, tehát ilyen minden is lesz benne. Úgyhogy ha érdekel titeket ez a nap, vagy lehet, hogy még a holnapi, akkor mindenképpen tartsatok velem. Gyere. Hoppa. Ügyes voltál. Nagyon ügyi voltál. És haza is érkeztünk. Emma valamiért most nagyon nem szeretett vásárolni velem, úgyhogy már be is raktam a kiságyba, remélhetőleg aludni fog egyet. Én viszont megmutatnám nektek, hogy miket vásároltunk most itt a Reálba voltunk, mert hát azt veszem észre, hogy ti nagyon szeretitek ezeket a vásárlós videókat, úgyhogy mindenképpen belerakom ezt, hogy lássátok. Amúgy nem vettem túl sok mindent, csak éppen ami kell most így a kajához, meg így amiből teljesen kifogytunk. Tejet vettem, leginkább meg kenyeret, de mutatom, hogy miket vásároltam. Kipakolgatok így, és akkor így fogom most megmutatni nektek így a dolgokat, egy kicsit változatosabb így a dolog. Szóval először is vettem egy ilyen papírtörlőkendőt, igazából ebből fogytunk ki, a zsebkendőből is kifogytunk itthon, akkor már alig van szörpöm, úgyhogy vettem. A Reálban a legolcsóbb ez a pölöskei zérós szörp, úgyhogy én mindenképpen innen szoktam vásárolni, ezt így arrébb rakom. Akkor vettünk egy ilyen szeletelt forma kenyeret, most teljesen kifogytunk itthon a kenyérből, úgyhogy kell valami kenyér itthonra. Hozzá vettem egy ilyen felvágottat, amúgy egész jól néz ki, úgyhogy ja, majd megkóstoljuk. Magamnak vettem egy happy kókuszos italomat, ugye teljesen kifogytam belőle, ma nem is tudtam inni cappuccinót, úgyhogy ez borzasztó. Vagyis hát ittam, mert igazából ugyanilyen tejet használtam fel, amiből szintén kifogytunk, hogy megcsináltam magamnak a kis kapucsinómat, úgyhogy ebből most vettem kettőt. Akkor főzni akarok egy kis sült húsit csinálni, és ahhoz rizst vettem. Magamnak vettem kettő darab ilyen, hát tudjátok, ezt a kis instant levest, és csak is kizárólag ezt a csípős csirkét szeretem. Akkor kajához szintén vettem egy ilyen pácot, ilyen folyékony fűszerpác és mustáros. Egyszer már kipróbáltuk, nekem egészen bejött, és Emmának vettem kettő ilyen kis, hát ilyen kis szeletet, ilyen kis piskóta szeletet. Ez mind a kettő epres, úgy igazából ennyit vásároltunk, erre volt szükség most itthon.
milyen ügyes voltam. Közben, ahogy leszedtem a függönyöket, hát levertem a virágot. Úgyhogy most minden tiszta földes lett, úgyhogy most porszívózhatom ezt is össze. Hát, sziasztok, jó reggel, bejövök inkább ide a világosba. Másnap van. Igazából tegnap már nem nagyon volt kedvem videózni, sem takarítani, sem semmihez nem volt kedvem. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor tényleg másnap fogom folytatni ezt a videót, de mint ahogy láthattátok, tegnap már kiraktam az ilyen kis húsvéti dolgokat. Szóval így a nappalit úgy megcsináltam, meg így az ajtókra is raktam ilyen kis, hoppá, hogy kezd mutatni így. Szóval az ajtókra is raktam egy ilyen kis díszeket, szóval tényleg minden húsvétos itt is van már. Így ilyen. Úgyhogy tökre tetszik így most már tényleg úgymond élettel teli így a ház, élettel telibb. Szóval a lényegben, hogy a mai tervem pedig az, hogy az ajtót fogom letakarítani kívül belül, a bejárati ajtót, és hát még a szobák is ott vannak hátra, ott is leporolok, és hát oda is rakok egy pár dísz, majd meglátom, hogy mik vannak, még milyen díszeim vannak, úgyhogy igen. Amúgy meg még ma reggel, képzeljétek el, az volt a tervem, vagy hát az volt megbeszélve, hogy szemészetre fogok menni, mert hát tudjátok, kontrollra kell járnom a szemészetre, mert néha-néha bevörösödik, és ez nagyon nem jó, és iszonyatosan fájdalmas is, de már egy ideje amúgy semmi baj, a hál' Istennek. Úgyhogy szemészetre kellett volna menjek, már elő is készültünk, már beültünk az autóba, és indítottam volna be, de hát nem indul el az autó. Úgyhogy nagyon nem örülök ennek. A tévé most érkezett haza tegnap, mert ő is elromlott, és hát meg kellett javítani, úgyhogy egy kiadás volt végül is, és hát most ugye rendbe jött az egyik, természetesen jön a másik, ami elromlik, úgyhogy valószínűleg a kocsiba meg aksi csere lesz, úgyhogy már teljesen ki vagyok készülve, de hát ami muszáj, az muszáj. Úgyhogy igen, úgyhogy nem tudtam elmenni szemészetre, úgyhogy szerintem az lesz, hogy felhívom őket, és akkor megkérem, hogy adjanak egy másik időpontot, vagy valami. Mert hát amúgy nem itt van, úgyhogy muszáj az autó, pláne hogyha Emmával megyek, mert máshogy valahogy hát nem tudom megoldani sajnos, úgyhogy igen. Szóval mindegy, a mai tervem attól független az, hogy akkor megcsinálom azokat a dolgokat, a bejárati ajtót, a szobát, meg hasonló, meg díszítek, és de először szerintem reggelizzek meg, meg Emmuska is, és aztán elkezdjük a videót. A reggelink most egész egyszerű, én eszek egy kis májkrémes kenyeret, ilyen felvágottal, és ráraktam uborkát. Emma meg mostanában zabkását szokott reggelizni, és mindig rakok rá ilyen kis kakaót. Ezt én szoktam csinálni neki, nem pedig azzal a porral, amit szoktunk venni. Úgyhogy én mostantól átállok arra, hogy zabpejhet veszek, és akkor én csinálom meg neki, sokkal egészségesebb is. Úgyhogy ezt fogjuk most reggelizni.
megcsináltam, képzeljétek, a bejárati ajtót, és nekem annyira nagyon tetszik, viszont van nekem egy fám kint, egy ilyen kis tuja, és azon gondolkodtam, hogy azt vajon húsvétkor feldíszítsem ilyen kis tojásokkal, vagy az már túlzás lenne, nem tudom. Ti milyen előteret csináltok ott a bejárati ajtóhoz? Amúgy adhatnátok egy kis ötletet, hogyha akarjátok, osszátok meg velem. Na, gyorsan átnéztük itt Emmussal, hogy milyen tavaszi, húsvéti dolgaink vannak. Emma már játszik a két tojással. Neki ezek most a két kedvence, nem esszük meg. Ezeket én festettem, ilyen hungarocell tojások, hát már nagyon régiek. Úgyhogy igen, ezek viszont most újak, ezeket most fogom felavatni. Ezt a Kikben vásároltam, és olyan szép, gyönyörű. Hát vannak itt ilyen kis műfüvek, meg műtojás, ez is hungarocell. Ilyen kis tyúkocska. Ó, itt egy kis nyuszi. Szerintem ezt a nyuszit, meg ezt ide be a szobába fogom rakni, és akkor nekünk ez itt fog díszelegni. A többit egyelőre még félre rakom, hiszen még húsvét azért hónap végén van. Sziasztok! Közben amúgy meg már jóval másnap van, nem tudom, hogy hány nap telt el az utolsó felvételek óta, de vártam egy kis napos időt, és egyszerűen pont amikor befejeztem a videót, másnapra folyamatosan esős idők voltak, és be volt borulva meg minden, úgyhogy vártam egy napos időt, ami végre ma van, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor ma folytatom, és befejezem ezt a vlogot. Közben már a körmömet is megcsináltam, ilyen kis tök cuki rózsaszínre, úgyhogy tökre örülök neki, úgyhogy most az a lényeg, hogy ezt most össze is koszoljuk. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy virágültetést még beleraknék ebbe a vlogba. Igen, amúgy csak ennyit szerettem volna még belerakni, de ez úgy volt a vele, hogy ebbe a vlogba még beleillik, hiszen tavasziasítottam a házat, és ez azzal jár, hogy egy virágot is rakok ki az ablakpárkányra. Úgyhogy van nekem két kis virágom, amit most beültetek egy nagyobb cserépbe, és azt kirakom előre, hogy ott pompázzon majd, úgyhogy a lényegben most összekoszoljuk a körmömet, ültetünk. Mára ebbe a videóba, remélem, hogy tetszett, és hogyha így van, akkor mindenképpen jelezzétek nekem ezt egy lájkkal. Ha akartok esetleg több vlogot, akkor azt mindenképpen írjátok meg itt nekem a kommentbe, mert én nagyon szeretem ezt csinálni igazából, lehet, hogy nem mindig van rá időm, de attól függetlenül tényleg nagyon szeretek vlogolni. Úgyhogy igen, szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ebbe a videóba. Hogyha tetszett, akkor mindenképp nyomj erre egy lájkot, ne felejts el feliratkozni, és hát majd legközelebb találkozunk. Sziasztok!